Akkor most azonnal gyertek valamit játszani. Érted? Szerintem ezek a Ennyi. pizzára közben. Én is meghozok be magamnak ketchupot, közben lépek be a játékba, úgyhogy meg nyugodtan hívjatok. In an age of lawlessness and despair, the empire of man lay in ruins, torn asunder by civil war, and racked by famine and plague. Desperate, unscrupulous men deserted the temples of their fathers and gathered in forbidden cults, seeking the favor of the dark gods. And so it was, in the year 2301, that a Kurgan warlord named Asavar Kul united the savage tribes of the Chaos Wastes and made war upon the realms of men. The invaders entered the distant northern kingdom of Kislev and sacked its largest city, Prague. They sacrificed its people to their dark gods, and any who managed to flee were driven into the freezing wilderness. The Empire seemed powerless to stop the Chaos Horde, and many feared that the end of the world was at hand. But in the Empire's darkest hour, a nobleman from the south named Magnus rallied the people of the Empire to resist the invaders, uniting the warring Elector Counts in the process. The Imperial Army marched to the rescue of the Kislevite capital, fighting Kul's army in a massive battle outside the city walls. Joined by mighty heroes from all across the land, Magnus defeated Kul in single combat, and the Chaos Horde was scattered to the winds. Blessed by the gods, and heralded as the true Emperor, Magnus returned to Nuln in triumph. But even as the old world celebrated Magnus's victory, the dark gods were planning their revenge. Szép estét mindenkinek, üdvözlök mindenkit, hello, sziasztok! Itt van újra a fejező brigád, a Broforce! Itt van velem Tommy és Captain Red Hood, valamint itt van velünk Dominik a Szónikus, csak szerintem ő még konyhában van, és ma folytatni fogjuk nektek az 50-50%-os előre megígért Chaos Bane-t. Valamint én úgy vagyok vele, hogy most megvacsorázom itt közben. Nem tudom minél kevésbé csomcsogni. És miután megvacsoráztam, utána én szerintem kisorsolom nektek. Meg így elmondom, hogy így a God of War mellé még mi várható esetleg itt a héten, ha a héten összejönne.
mondjuk nem pont a God of War, hanem valami más helyette. De úgy vagyok fel, hogy a God of Warhoz azért az tényleg olyan nap kéne, amikor nyugi van és nyugodtan tudok kicsit szenvedni, és van rá időm, hogy szenvedjek vele. Azért ott van az, hogy vissza kell szokjuk egy kicsit, mert nem most játszottam a játékkal. Át kéne nézegetnem a kombókat, amiket használok, a képességeket, amiket használok, és a többit. Ezeket a jó barátokat kéne átnézni a játékon belül. És közben megnézem, hogy jött-e egy meghívás. Nem, még nem jött. Úgyhogy még egyre nem jött semmi. Úgy. Azért ellenőrzöm, hogy jól indítottam el a dolgokat. Igen, jól indítottam el. Nem lehet videót fölvenni, vagyis szín tisztán tömören live-olom. Jó. Na. Itt vagyok. Oké. Én is itt vagyok. És akkor kihív meg minket? És nem tudom, hogy értesítések ki vannak-e kapcsolva. Szerintem igen. Köszönöm. Dominik megvan. Dominik megküldte, köszi. Az a baj, nem tudom, hogy amúgy visszatérve arra, hogy amúgy VIP-t akarok neked adni, Domini. The host is further along in a study you are about to join. Mi van? Mondom, tehát, hogy ilyen fasságokon gondol egyet a játék, és azt mondja, hogy messzebb van. Ez érdekes. Jó, de igazán itt nincs belőle probléma, tehát attól főtlen a karakterem fejlődik, nem? Persze. Jó, van akkor yes, tehát így érdekel. Csak ne legyen belőle baj, hogy emiatt most kipresselünk megint. Tehát úgyhogy tényleg itt megnézegettem a dolgokat, Domini. Aztán úgy voltam vele, hogy tényleg azért utána akarok nézni, hogy ez a VIP-val ezzel mivel járulok hozzá, mert amúgy még olyat is adhatok, hogy mondjuk a csatornámhoz hozzáférési jogot adok valakinek, hogy tudja kosztomizálni. Mármint úgy kosztomizálni, hogy mondjuk ő is fel tudja tölteni YouTube-ra a videóimat, ilyesmi, még ilyeneket is meg lehet adni, mondom, mi a fasz? Ki az, aki így mondjuk megbíz valakit ilyennel? Meg hogy például... Van ilyen. De, tehát konkrétan lehet ilyen, hogy teljes körül, tehát hogy konkrétan úgymond osztoztok a csatornán a felhasználóval, a te neved alatt fut a csatorna, de attól függetlenül ő is ugyanúgy konkrétan tud live-olni meg bármi. Meg van tényleg ez a alkotói engedély, hogy vagy nem is alkotói, hanem ez a hogy be tud állítani dolgokat, mondjuk izékat, ilyen külön speciális emojikat megtervezzen saját maga, ilyenek. Van ilyen. Azért, csak meglepődtem, hogy ez most már így egy külön fül alatt van. Tehát most már azt, hogy ha valakinek moderátort akarok adni, alapjáraton be kell írnom a felhasználói nevét Twitch-en. Aszta! Mi ez a mozgás, amit te most csinálsz? Nagyon jó. Ja, igen, most már szembe jutott mi az OP mozdulatom. Ahogy miért
meglepődések, meg mit tudom én, mik lennének. Kérdések, áttettem hardra, szóval talán egy kicsit úgy fog tűnni, mintha lenne kihívás a játék. Tehát nem sebzés nélkül végig darálni mindent. Talán. Oké, viszont... Mint az előző fejezetben. Nekem ez nem a most jól semmi bajom. Az az objektív. Azt kell gyűjteni, de most itt azt nézem, hogy gyűjteni kell dolgokat, de nagyon. Jajjön. Egy kicsit hozzá kell szapékozni, mivel mit csinálok megint. Tudjátok, mint bánok, hogy ezeket az ulti csíkot töltő cuccokat, ezeket nem tudjuk mindannyian fölvenni, csak egyszerre egy ember veszi fel. Aki kapcsolálja. Hát egy kicsit, igen. Meg elvileg valami ámpőd, vagy fél, vagy valami nem egyszerűen hogy elveszélve felettek. De nélkül, amikor nem veszünk másodalra, hogy tudunk válni. Talán nincsen rendes volt az elváltozban. Ja, a volt. Ezt a tűz zónát nem csak úgy lehet ezt, hanem akadatos az ellenségre. Jó figyelmes. Van még valami whisky, amit... Hát szerintem nekem most már így közel maxos szinten így megvan a bűrben, mint így a támadó sztúrek szempontjából. Mármint, hogy melyik
attackot fogod használni, vagy mely cuccokat, úgy érted, nem pedig azt, hogy már maxos az összes olyan cuccod. Nem, azt mondom, hogy igen, hogy melyik támadó szkélet, aktív szkéletet én használni szerintem. Egy, ahogy néztem, az összes külön blokkolva. És még emlékszem, hogy mindegyiket kipróbáltam, szóval... És ezek így elég gazdaság. Félig meddig már így megvan a buildem, már csak az a kérdés, hogy milyen passzis skilleket fogok használni. Hát hogy melyik skillt külön fogom fejleszteni. Hát még... én vagyok 39, tehát még van 11 szint, amit még tudok lépni. Tehát annyi pontot tudok kapni, amit már megkezdtem a skillben. Nagyon szó lista. Nagyon az, nagyon szó. Egyen egy szint. Hát, csak 10 szint azt van a max. Majdnem el fel. Háromszor skillen, a lekövetős 10 csóva, szóval nem ugye van az volt. Vagy embertől. Abszolút itt? De azért itt most hardon nagyon az érzem, hogy nem sebzek. Durva. Durva, hogy már itt hardon azt érzem, hogy alig sebzek. Igen, a sebzés az egy kicsit... tehát kicsit szívósabbak az ellenségek. De ugye a damage-ük azért az nem durvá, tehát még mindig sérülés nélkül végig megyek az egész szerben. Hát igen. Viszont itt valószínű több XP-t kapunk. Annyiba jó. Hát most már a két fejezetre is 10 szint van a... Annyira mindegy. Hamarabb meg lesz a maxos, aztán el lehet dönteni, hogy hogyan védeld a karaktert, ez csak... Többit meg így kivisz ide a játékot. Egyáltalán izé, maxosak leszünk, mire kiviszik a játékot. Nem, izé. Utolsó szinteket be lehet kapjuk meg, mert... Tényleg csak... Szerintem egy óráig se játszunk, de már most léptem két szintet. Igen, én még csak egyet. Ó. Valamit rosszul csinálok. Tényleg a fara. Mit is beszéltünk? Mennyi a max? 50? 60? 50. Na, akkor már kettőszín. Igen, ezt mondtam. Képzeld, Tomi, ma mutatta öcsém, mutatott egy olyan karaktert, akivel meg lehet csinálni azt, hogy a képességét kombozod a flash-sel. Mármint művel?
Hát tudod, van a flash, ami ez a arénulás így hirtelen. Instant dodge, igen. Instant dodge. És az instant dodge-ot kombozod össze a karakter képességével. Vannak olyan karakterek, vannak olyanok, igen, amivel meg tudod azt csinálni. És ez nagyon menő, mert én magamtól így kellett volna idő, hogy rájöjjek, én még ilyenekben nem gondolkodom. Ez kb. Nekem egyenlő azzal, ahogy én megtanultam a For Honor-ba a deflectet, hogy amúgy így is lehet csinálni. Hát igen, vannak karakterek, amik deflectelnek. Meg azt arra is tudod használni, hogy menekülés közben, hogy átdodzsolj a falon. Állítólag igen. Csak én nem tudom, hogy még hogy. The forest paths are clear for now. I can't believe it. What is your name, friend? Braggy Axebiter. The cheerless lump of lead is Witch Hunter Voss. Pay him no mind. He hates everyone on general principle. Tessék, még egy órája se játszunk, de már három szintet léptem. Én is. Azt nézem, nem vagyok. Ez a Guards of Ring-nek amúgy nincs semmi jelentősége. Az offering-ek azok hol vannak? Vagy nem tudom, hogy vannak ezek a templomok, csak azok, ami nem tudunk semmit se csinálni, nekem is én próbáltam. Hát dontom sincs őszintén szóval, hogy ez így hogy működik. Ez jó. Jobb. Ez teljesen új terület, ugye? Nem jobb. Az se jobb. Na. Nem jobb. Nézzük, hogy aha, a ruházatomba. Oké, sisak ugyanaz, de a ruha az van új és jobb. Azt mondja, hogy kalapács nincs. Hát ezt nem éri meg, nem éri meg. Ez itt megéri. Ezért rohadt jó. Nem. Hát azt mondja, itt sem. Ezeknél még egyik sem ér meg. Meg aztán mindent elakotok. I should wait for some more. Mindent beadtam. Ha még ügyködtök, addig én meg gyors eszem.
Na mehet, bepatinthatjuk a beszélőkét? Mehet. My people send you their thanks, friend Keela. If the gods are good, perhaps they'll sleep easily tonight. I reckon they'll sleep like babies once I've dealt with Skrilling and the Harbinger. Ah, engem Keelának hívnak, tök szépen. All I need is a way into the temple. Ah, yes, the temple. I've been giving that some thought. You promised to aid us, Klemt. Do I need to refresh your memory? Annyira fura, hogy ők így... Gods, no! I didn't mean it like that. I don't know much about the temple myself. Few of us go anywhere near the ruins. But there is someone who might have the answers you seek. His name is Erlanger. Waldo Erlanger. He was a scholar of some sort before the Norse captured him. Erlanger knows more about the Elven ruins than anyone else. If anyone knows how to get into the temple, it's him. Right. Where do I find this Erlanger? Erlanger. Well, that's the problem. No one's seen Erlanger in weeks. He went out into the forest on one of his expeditions and never came back. I can draw you a map of the forest and show you where Erlanger was heading. If you can find him, I'm sure he'll be able to help. All right, Klemt. Let's see the map. Oké, okay, most megkaptuk a térképet. Viszont azt így hozzáfűzöm a Chaos Bane-hez, hogy... Azért a Diablo annyival jobb, itt már csak itt pont... Hogy itt van ugye ez a csávó, aki... Aki most így velünk jött, de hogy sosincs ott a harcoknál, csak mindig az átvezetőknél így megjelenik. És hogy legalább a Diablo-ban azt megcsinálták, hogyha ott egy főszereplő tényleg van, így nem ti, hanem aki így robot, NPC, az akkor harcol is veletek abban azon a pályán. Hát, szerintem annyi dolog van, amit tudtak volna újítani, hogy hozzá lehetett volna tenni ez a játékhoz. Mondjuk egy jobb boltot. Hát, boltot, ez egy csomó funkció. Vagy ez, hogy izé kóba átskipelitek egy, meg át lehet skipelni egy másik dialógust. Szóval, hogyha lett van egy autószövegolvasó. Ja, bolt funkció is. Nem tudom. Végülis négy fejezet, de... Nem is tudom, hogy a játék egész... Rövid? Mondjuk az első fejezet az egész hosszú volt. De hogy nagyon mondjuk upgrade-on is. Esetleg upgrade-on, szóval tehát ez már nem is tudom, tehát például a Diablo-ban, ami szintén ilyen ORPG, az egy csomó funkciója volt. De én alapjáraton a... Ezekről a Warhammer játékokról nekem kezd egyre jobban az az érzésem lenni, hogy minden, tehát így a maga a világ az így oké, okay, az nagyon jó, de hogy próbálnak a játékvilágot körbeépíteni különfajta játékstílusokkal, de mindig azt érzed, hogy amúgy kipróbálom, de hogy nem adok bele mindent, hogy jó legyen, hanem csak úgy összedobok egyet. Ez lesz, ami lesz. Mert eddig akármi kihozban játékkal játszottunk, a sztori meg úgy minden az úgy rohadt jó, meg a világ jó, de mindig találunk benne olyan vérzési sebeket, vérző sebeket, amit amúgy, ha jobban odafigyelnek, meg oda teszik magukat, simán ki lehetett volna, meg lehetett volna csinálni.
nem tudom, hogy ezzel Tomi hogy van, mert inkább ő az, aki közülünk egy kicsit ilyen Warhammer neves. Elsősorban. Új skillet állnokoltam ki 40-es szinten, király. Vendő valami passzív skillt. Van fönt egy ládikó. És mi legyen a mai ütem tervünk? Tehát, hogy legalább a chaptert próbáljuk befejezni? Az lett a kérdés, milyen hosszú a chapter? Ez jó kérdés. Valóan sincsen. Én azt mondom, hogy ilyen 11 körülig vagyok. És a 2-3 óra alatt szerintem elég eljutunk el a meddig. Még így haldan is, hogy egy kicsit fontosabbak az ellenségek. Hát kicsit többet kell velük tökölni, de úgy igazándiból nem okoz nehézséget, mert tényleg attól függetlenül nem érzem nagyon sebeznének, továbbra sem. Csak egy kicsit többet kell beléjük lőnöm, mondjuk. Nekem. Alaptámadással. Mert amúgy, hogyha szét pörkölöm, akkor azért pikpak lenni a HP, meg amikor hárman ütünk egyet. Nem tudom, ezeket a mobokat annyira nem értem, miért futnak el előlünk? Tehát, hogy... Hát ugye, amit csináltok a többiekkel, én is vitték már a helyükbe. Faszomnak lenne kedve hára realizó őrültel harcolni egyedül. Ó, megtettem a... Meg is öltet? There is a trail leading to the forest. Erlanger must have escaped, but the Norse are after him. I must reach him before they do. Annyira tetszik a tetünkvédnek a hangja. Holy God.
Ez mi volt? Elbeszívott. Jól ellassított minket. Ez most azért meglepett. Annyira komolyos, nézem, hogy mint a régen a PD2-ben Silent a Tourette build. Konkrétan most én is azt sem, hogy a Tourette-en megöl valakit, és kapom érte a pontot. A manát. Nem tudom, hogy direktem így a Warhammer világban, de felmintájban a tűzvarázó voltam. Itt meg mindenféle elementnek használom, de azért a legerősebb mágiák, azok a tűzvágiák. Ez így direktem ebben a világban, vagy így gyerekült. Sokszor szimbolizálják a káosz mágiát tűz mágiaként. Most pont nézek a barátnőmmel a Netflixen egy sorozatot, a Sárkány herceget. Az egy ilyen tök ilyen, kicsit ilyen rajzfilm, nem is rajz, hanem animációs mese sorozat. Animációs rajz. Film, another moment and all would have been lost. What is your name, friend? And what wondrous twist of fate brought you here? You can call me Keela. I followed your trail from the camp. Of course! I should have expected as much. My name is... Waldo Erlanger. Klemt sent me. He said you might be able to help me. Why, yes. Well, yes, of course. I am at your service. What sort of help do you require, exactly? I'm looking for a sorceress who calls herself the Harbinger. The Harbinger? Ooh, quite an ominous name, if I do say so myself. She's with Skraeling, at the old Elven Temple. The temple. Why didn't you say so before? Yes, nothing could be simpler.
Come, my friend, let's get back to camp. I need to review my notes and some old journals. I'm sure I have just what you need. És akkor ugye ennyi, visz, de nem, oké, most visz. Leave the busy forest. Bár én rajta nem gondoltam volna, hogy ez erdő. És akkor az a lényeg, hogy ott ebbe a Sárkányherceg animációs rajzfilmben is, a rajzfilm sorozatban is, a káosz sötét mágia, az tűz mágia többségben. Akkor ugyanúgy például a Witcherben, ugyanúgy a legsötétebb, leggonoszabb mágia a tűz. Ha a tűzből nyered az erőt, akkor az a démoni erő, ami megszáll téged és átveszi fölötted az irányítást. És a könyvben van egy rész, amikor Cirinek már annyira elege van a sivatag... A spoiler, bocsánat, csömbben maradok. Az a lényeg, hogy a Witcherben is így van, hogy a káosz mágia az a tűz. Úgyhogy valószínű így. Bár pont érdekes, mert a legtöbbször pont, hogy mindig az emberekkel kötik össze, hogy ők használják ezt a káosz mágiát, és hogy amúgy a tündék azok mindig, tehát mivel a tündéktől jön a varázslat, a Witcherben is ugye, és hogy az emberek azok, akik rátaláltak erre a sötét mágiára. És hogy ők kezükben kezdett el bomlani szét a mágia, a varázslók közti élet is. Annak köszönhetően, hogy rátalált egy nagyon okos erre, és úgy gondolt, hogy ez tök jó lesz. És buli lesz használni. És innentől jön a szokásos sattara, hogy ha rossz kezekbe kerül, akkor világvége van, meg anyám kínja, de hogy... Hát, max, tűzifát rakunk ülni. Így is a mindennapokban egy kis, mindig van egy kis esőerdőtűz, mert annyira szárazság van. Szedtátok egy halott bánát a esőerdőbe, durvat. Tényleg volt? Ez most... Arról a klip. Azt a rohadt, én erről lemaradtam. És ez mikor találták meg, nem tudod? Hát mindjárt beírom Google-be, ezt meglátom. Deadwood in Amazonian Forest. Hát 2019-es, jó tudni. Ha, jó, hát akkor ez egy 4 éves dolog. De én nemrég találtam rá erre a képre. Egy halott bána az Amazon esőerdőbe. Bocsánat, meg közben álltam. Mennyi? Mikor? Ah, I was just okay. Regaling Witch Hunter Voss about your daring rescue in the forest. Yes, indeed. You're quite the hero, little prince. I didn't think you had it in you. That's because you were off torturing peasants while I was saving your people at Kislev. Enough of this foolishness. Erlanger, how do I get inside the temple? He
Yes, well, as you know, Skraeling and his warband have taken over the site. So, going in through the main entrance would be suicide. But in my studies of the temple and the neighboring ruins, I learned that a secret entrance exists, hidden in an area known as the Garden of Contemplation. Oh. Now, the garden has been sealed since the elves abandoned the city centuries ago. The only way to unlock the garden gate is with a magic key that they hid somewhere in the forest. Get to the point, Erlanger! I know of a map that shows the location of the key. The map will be in a dangerous part of the forest. I'm not dead, but I'm not dead. All right, where do I find this map? Get the update. Nem tudom. Hát amúgy már ez is sok, sokat javítani a játékban, szóval nem automatikus ágyom, ne? Ha automatikus ágyom, mert szerintem is. Mert akkor közben nyugodtan tudnék enni is, mondjuk. Amikor úgy automatikus ágy, hogy nem jön el neked, hogy a többébe helyezik. Ja, értem. Én azt se bennem, hogyha nem kell folyton nyomni az X-et, hanem szépen... Igen, nyilván ez is kényelmes lenne, ez is nem lenne rossz. Komfortosabb lenne. Ó, mondjuk így már ezért feleszett a mágiámat, így már nem is tüzet csinált, hanem nem tudom, csillagokat küldött ki, vagy valami.
ez a kérdés, ez a mártír, ez nem jól elosztása nehézségbe. Az ott már a fegyedűségét rá lehet a korányi. Nagyon sok kérdőségbe, ez az hátán. Megint fog fogjárni. Visszadész minden így pedig. Tomi, neked amúgy... Neked is egy kicsit ilyen dobosszon jön, nem Dominik? Nem mertem, mit mondod. Azért van, én sem. Nem, továbbra sem. Valami pocsék a hangod. Ja, mármint, hogy akkor a Dominikét azt értetted? Vegyed följebb, légy szíves a hangomat, mert én nem tudok mit csinálni. Már följebb vettem. De az a baj, már nem... izé, reggel, mikor bejoinoltam, akkor följebb vettem a hangodat. Három kockányja van a maxról. Én az a baj, nem tudok vele mit csinálni. Na most csönd van, most mondjad? Tehát, hogy neked és a Dominiknek egy kicsit ilyen, néha ilyen dobozosabb hangja van? Mert csak az, dobozos hogy... a hang. Hát az, hogy beszél, de hogy nem értem, mit mond, csak dünnyögést hallok. Hát nálad most nagyon érződik, tegnap nem volt ez. Most ez nagyon érződik, hogy ilyen halk. Mert vagy. Most le van merülve a headsetem, és Jack dugóban van bedugva. Az is. De ezt én mondtam is, hogy azért van ilyen hangom, de én, amióta bejöttél a partiba, azóta le van merülve. Tehát, hogy ma így játszottam a Montenegro-ban. Ambush. Hol van itt ambush? Tudom ott. Ha veszett... Csúgy felre veszett minket. Érdekes egy ambush, mit mondjuk? Még amit még tudok csinálni... Esetleg egy pillanat... Party. Az a baj, hogy... Parti képernyőre ugorva. Nem más partik, meg nem parti... Beállítások? Audio? Nem? Tehát, hogyha... Ja. Most milyen a hangom? Kicsit jobb? Egy fokkal jobb. Na én most azt képzeljétek el, hogy én a partiban a hangot, a mikrofon szint hangot teljesen maxra felhúztam. Úgyhogy ezt majd le kell vegyem, mert amikor meg más headsettel vagyok, meg nincs lemerülve a headsetem, akkor meg fogtok süketülni tőlem, úgyhogy nem szabad elfelejtenem levenni. Tehát, hogy nem hiszem, hogy a Dominiknak a mikrofonjával van, csak amikor nem artikulál, és nagyjából így fosztányokat értem, hogy mit mond, de most itt például nem értettem, hogy mit mondott a izével kapcsolatban, a Mártírral kapcsolatban, hogy mire kíváncsi, csak annyit értettem, hogy majd kíváncsi vagyok a Mártírnál, hogy és akkor innentől így teljesen nekem így nem. Hát, hogy a difficulty. A difficulty. Hogy... Itt a Chaos Beam-ben is eléggé darálunk, és a Mártiban már az első tutoriál közvetítéseken egyedül is minden egy-két lövés volt. Szóval, ha bemegyünk hárman, akkor nem tudom, hogy olyan fog lépést tartani vele, vagy az ugyanolyan lesz, mint itt. Én el tudom kezdeni, hogy hasonló lesz, ugyanez lesz, igen. De mondjuk jó tény, hogy ezek a RPG-k ezek kicsit olyanok, hogy darálni kell, csak hogy azon túl, hogy valami mélysége, hogy legyen. Hát igen, igen. De én azért nem értem, tényleg, hogy ha kicsit többet foglalkoznak vele, akkor ez nem érződne ennyire ki, mert nagyon azt sejtem, hogy valószínűleg a Diablo-ból, vagy valami hasonló játékból szedték így az ötletet, hogy csinálnak egy ilyet, és mégis az van, hogy attól függetlenül mondjuk, ha eljönne velünk diablózni a Tomi, szerintem még ő is azt mondaná, hogy a Diablo 3 az jobb, mint ez. Pedig mondjuk a Diablónak a világa az nem tetszel neki annyira, de azt mondaná, hogy jobban ki van dolgozva.
És ez nincsen így összecsapva, hogy de, jó, és akkor tök jó az ötlet, tök jó, valamilyen szinten félig a megvalósítással van a probléma, mert egy szinten azt mondták, hogy hát itt, mintha elfogyott volna a pénzünk, vagy a türelmünk, most már adjuk ki a játékot. Nekem egy kicsit így. Ez jön róla. You're back! Oh, were you successful? Do you have the map? Of course. Here it is. Here it is. Fate smiles on us again. Truly, you are a gift from the gods. I need some time to study the map before I can give you the information you need. Most elskippelte. Most elskippelte. Ja, de most azért meg kaptunk ilyen questivaldot. Gondolom azért. És azt úgy mindenkinek így a képkérdetbe dobják egyszer. És arról egyébként se skillekkel, hogy állok. Hány skill pontom van? 5 skill pontom van, ami azt jelenti, nem, ez hogy... maxos. 6? Ha, ezzel nem tudok. Explosive Rush. Ó, oh, kiunlókoltuk a trade-et. Igen? Ennyi. Ez a trade. Továbbfejlesztem a turettem. Ennyi a célt, hogy most izé, milyen kavicsot milyen el akarok csinálni? Igen. Ez aztán szar. Várjál, hol a... No, várjál. Tréd. Ó. Oh. Egyetlen használunk kavicsokat? Mert én nem szoktam. Nem, de én most tervezem. Most már belemegyek abba a fasságba, azt telerakom. Ja, várj, az itt van. Ez a Jet of Steam. Nem, várj, akkor hol lehet ezeket? A ruhánál? A ruhába. A ruhába lehet belerakni. De én az a vicces, hogy nekem nem is látok a ruháknál ilyen karikát, ahol be tudnád rakni. Háromszög. Megy rá és háromszög. Jól meg kell szentelnem, hogy lesz. Ó, és akkor itt vannak. Aha. Jó, akkor ezt mindjárt én is megnézem, csak harapok egy párat. Kolbászból lehet. Most azt nem tudom, hogy melyik a vicc az, hogy micsoda. Hát, minden. Nem tudom. Valahol biztos leírja. The item has been blessed. Jó, várj, ezt így beleolvasztod konkrétan. Lesbos. Jó, van ilyen shortcut is. Okay. Shortcut? Amit hogy? Tehát, hogyha egyiknél megcsinálod a blessing-elet, rámész a következő itemre, van olyan, hogy lesz blessing és ugyanazokat egyből berakja. Tehát nem kell egyesével. Csak annyi. Szasztás. Geci, azért egy kicsit elszállt már a defense-em. Nem tudom, hogy neked hol tart a defense. 288. Á, az is jó. Ennyi. De nekem még 216, szóval én nem vagyok már azon. Ja, azt hittem mondasz, ami extra nagy számot. Hátok? Ja, most még úgyis. Háromszáz plusz defense.
van. Ebbe még mindegyiket belerakom. Jó. Ebbe most. Vissza. Blessing. Nem. Hogy megy a égkő kirakás puzzle? Melyik mit rak bele amúgy? És ezek itt busztolják a fegyvert. Szeretek, hogy mehet a sztori. Mindjárt. Most a kalapácsomat kicsit kialakítottam, de hogy így tehát nem most elpazoltam minden szart, tehát most 39 000-es az atakom, a defense-em pedig 300 000. Van 21 000 atak, és 321 defense. Mármint ezzel a, nem a fegyveredet, vagy most ezt nem értem. Megondolom, maga hát a fegyveres statját. Hát a gíredre rakod rá. Tehát a gíredre rakod fel ezeket a cuccokat, ami vagy növeli az armort, armor piercing, critical hit, damage overtime, hát ezeket de én akkor ezt én inkább úgy érzem, hogy ezt akkor érdemes, amikor már van egy olyan ruhád. Tehát pont akkor, amikor már nem fejlődünk. Vagy nem tudom. Hát nem elég is az, hogy szedecsenek. És a kipróbálásnak jó volt. Tehát, hogy valószínűleg inkább amikor tetszik egy... Én úgy voltam vele, hogy már hű, de nagyon... Tehát lehet, hogy szinte fejlődök, de ruhán, ami jobb, mint ami most van, az kevésbé ad. Szóval nem éreztem szükségét, hogy ezzel foglalkozott. Én is érzem ezt, de én azért érzem, hogy néha azért kapunk olyat, ami sokkal erősebb. Ez van, hogy kap, de az csak, hogyha megnézed, ilyen pár tized százalékkal változik. This map is ancient. It refers to landmarks. Ez igazán egy felfogás kérdés. Jobban szeretem. Szeretek tényleg nagyon teljesen biztosra menni. Ilyenkor az a baj, hogy... Meg mondjuk lehet, hogy azt mondja, hogy százalékban jobb, de mondjuk ilyen bónuszokat elveszítesz akkor meg, ami azon a gíren van éppen. Igen, ezért mondom, hogy inkább ezt annál kell, ami tényleg azt mondod, hogy neked ez rohadtuk bejön, és... tovább akarod fejleszteni, tovább használni. Oké, okay, akkor megyünk. Jöttünk, vagy jövünk. Istenem, az egyik haverom nagyon hihe. Egyik konfustársam nagyon hihe. Mármint, hogy... küldtem neki egy ilyen... ezt a bajoszos férfi emojit, csak... hát barna bőrrel, és mondtam neki, hogy ez nagyon nagy cigány férfi emoji, és erre beküldte a hiszit. Mindjárt küldte. Ezt küldte rá be. És
Most az a helyzet, hogy tényleg hasonló. Na, most már nem tudom elválni egyszer. Ez a kis izé, beszélt a rangáros kocsú. Hogy magához húzott. Ó, most már rakétákat lő, akkor egyszerűen nem lősz el. Meg tudod még mit hozhattok volna a játékba? Több pályát. Ez a mondozó pályán megyünk újra meg újra. Igen, amúgy tényleg, tehát ők semmit nem változik. Tehát úgy szokott lenni, hogy, hogy néztem, hogy egy bizonyos pályaszakot kivágnak, amit így összekombóznak. Van amikor itt, tehát az előző pályán, amikor abban a ballangba mentünk, az alapfenébe volt, ez ugyanaz volt, mint az előző, csak az egyik ponton megismételte. Igen, és minden fejezet végén ez van, hogy akkor itt az egész pálya, és most itt elfogja. Igen. A legvégén meg a teljesen bejár. És akkor mondjuk az elég 10 perc, hát aztán nekünk hosszú. Hát, így hangosan kimondva az a játék egy időhúzás, egy, vagy nem is időhúzás, hanem hogy inkább ilyen pocsékolás. Tartalom hiányos helyen a játék. Azért meg kíváncsi vagyok, hogy ez a 3-as szintű Rage majd miért lesz jó. Jó. De nem a Rage, a Rage. Rage, a Rage. Hát, hogy megfelelett a vizem. Dragon Ghost Rage. Rage. Igen, igen, a Fiosa. Tudom, hogy elkezdte a kulát. Ugye az most abból 3 kockal. Milyen lehet még az utolsó ability, hogyha most összegyűjtöd mint 3-et? Az első az... Nem is volt, hogy... Olyan volt, hogy kiküldtem a mágiás licukat. A második az egy ilyen területet, de... Közeli területeten is, hogy... Körülötted a pengék. Nem tudom, anyá kiderül. Nekem a, az első az olyan, hogy egy ilyen pengéket dobálok, ilyen ehhez hasonlót, így egy vonalba egyenesen, csak többet, a másik pedig egy ilyen pörgőt akart használni. Az első az ilyen távoló, a másik az ilyen közelő. Kettő kombinálom, ezt a szóval is, a közelő is. Még lehet, hogy van ilyen másfajta az ügy. Csak ne fogjon el, de elfogjon a másik helyettől. Na jó. Már mondjuk nekem van olyan pákem, amivel tudnék rage-re építeni. Hogy rage nélkül is növelném a rage mételmet. Meg olyanom van, hogy tovább tart. Ja, nem azért köszönöm.
Te megkapod a jön. Mi a fasz? Kúrvány. Big boy. Jó, már van. Treasure Hunter. Nice. Na, kiszedtem. Összegyűjt a három. Szép. Jó. Ötközben ellenségnél kihasználom. Valami kötött meg ki tudta próbálni amúgy, hogy a harmadik fokozatban mi a következő képesség? Nem, azt majd most fogja Dominik. Uh-huh. Erre beszéltünk, ugye? Jó. Bézzet. Ez én egyszer elhasználatok is. Hát, nem tudom. Egyszer kettő, nem? De egyszer benyomtad és annyi volt. Egyszer nyomtam és annyi. Hát nem sokat láttam belőle, valami területi tárgyat láttam, de azon kívül már nem. Szerintem kell feladatom neked a gömböket. Amúgy így most a... így a Chaos Bane mellett amúgy nem játszunk semmit, ugye? Ezt a Fade-hátot akartuk elkezdeni. A micsoda? Ha három játékkal beszélünk, ilyen álmos, akkor majd azért elvesztük a For the King-et folytatni. Mert amúgy abban is benne vagyok, hogyha mellette valamit még elkezdünk, akkor csak a Chaos Bane legyen ilyen alternatíva háromunknak, amikor Zsolti nem jön játszani velünk. Hát, For the King, vagy nem tudom, lehet az a Martin is ilyen hármas lesz az állapul. Én mondjuk nem mondanám azt, hogy mondjuk kezdjük el a Space Hulk-ot is hárman itt a Chaos Bane mellett, mert elég egy Warhammer játék. Akkor nagyon csúnyan ki fogunk lehetődni belőle. Már mondjuk amellé egy For the King-et akár. Amikor mondjuk úgy van, hogy most rád, most nincs kedve a Chaos Bane-t folytatni. Csak akkor se az legyen, hogy akkor megáll a tudás, hogy most mi legyen. Ez a jel, ez mi rajta? Mi akar? Na már csak egy kicsi lesz kár, és meg lesz az a hármas. Akkor átengedem neked a írni is a gömböket, mert nekem még az egy sok kell. Na, megvan, nézzük akkor. Ó. Tehát, hogy ugyanez, mint az első, csak hogy körbe dobja. Ah. És ezért egy használatos. Hát nem az, hogy egy használatos, hanem az, hogy van ezen egy cooldown, és mivel nekünk nincs fejlesztve az, hogy tovább tartódjon az a rage, ezért csak egyszer tudjuk használni. Igen, én is azt mondtam, hogy töltődök vissza, de hát nagyon gyorsan elmegy. Tehát ha meg lenne növelni, hogy tovább tartodjon a így, akkor talán többször is lehetne ezt használni. De ez az egy ilyen nagyobb terület takarítós téma. Tehát egy long range-es
területi takarító. Here's every book I could find. They best be of use. Ah, yes. Oh, these are just what I need. I'll get to work right away. Én erre az egész fejezetről az az érzésem volt, hogy mint a terület. Egy terület, és amúgy semmi. Tehát tényleg, mondom, csak annyi van, hogy van ez a békés tábor terület, mint a legelején a vár, és akkor konkrétan itt folyton ugyanazon az ajtón közlekedünk ki meg be. Igen, a békés területek is, tehát hogy egy emberre tudunk kommunikálni a donációval, és azon kívül így teljesen kiáltani. Mindenki csak áll, nézd meg elé. Nem lesz feltel? És még hogy az elején ez úgy az ember nem is figyeli meg őket, de ilyenkor nagyon, nagyon durván már be tudja vágni az ember, tud azt ki. Én elején pedig agyon dicsértem a játékot, hogy végre egy ilyen játék is. Clamped. Where has Erlanger gone? Mégis mint beszéltük, amúgy a Golda mi a faszomat kezdek? Something about needing crossword. Tehát hogy konkrétan azt, hogyha nem akarsz várni arra, hogy felszedjenek, mert nem tudnak, akkor hogy besegíts, egy kis pénzt beáldozol, de hát így is milliómosak vagyunk a játékban. Jó, én jelenleg mennyinél tartok? 300 000 goldnál. Hú, de gazdag vagy. Én is egyezem meg. És azért is, hogy lehet betegni passzív skillet. Nekem az bevallakva már, hogy amúgy nem tudok mi más berakni a helyére. Én most már értem, hogy miért mondják azt a közgazdászok az arany devizára, hogy életmentő. Hát ez vagy. Gondolj bele, hogy régen is az volt. Így az arany. Tallére, hogy életmentő, és akkor ezért Mátyás király mondta, fejezzétek le, és akkor ő meg így oda dobta a Mátyás királynak az aranytarisznyát, hogy nem. Megoldottam magam, szabadjára engedjük, hadd bűnözzön tovább. If for no other reason than the witch hunter opposes it, tell me where I should begin my search. Na, azt mondja még milyen... Ja, például lassan gyűrűket már nem is kapok jobbat, meg amuletteket, szóval lehet, hogy majd azokat is így elkezdem így felbüledelni szépen. Még gyors, most eladom a cuccakat. Donationbe. De már konkrétan az eladónál donationért nem kapunk semmit, úgy mint az elején. Semmit. Mi a szar? Tehát legalább eddig járt érte valami. Kaptunk valamiket. Azt nem tudom, hogy vannak a skillekbe, vagy nem is, de a skillekbe egy olyan rész, hogy stronger potion. De mit kér ahhoz, hogy kianlakkolja, mert amúgy meg lehetne, csak nem van lakatolva, azt nem engedi. Nem tudom. Passz. Hát van egy csomó skill, amit nem tudom kiadakolni még. Igen, csak hogy ami például a guard skillben van, ahhoz a fát kell lögdösni. Meg a guards attackos témákhoz. A többihez csak a szint kell, amit látok. De ami alattuk van, tehát ez a collector's skill, a potion, meg a invasion, meg general skill, azok csak le vannak lakatolva,
És nem adja meg az opciót, hogy most... Hát a Collector's Guild, ezt nem hiszem, az donation-ből kapod meg, de a többit... Nem, hogyha... Utána néznék, de... annyira nem... De... Viszont, Tomi, lassan szerintem menjünk Dominik után, mert ő már bement a ajtón. Na jó. Csak így nézegettem a cuccaimet éppen. Nincs gáz vele, csak hogy... ne hagyjuk őt ott magára, hogy magában itt nagyobb legyen, mint mi ketten. Ez úgy geszeség lesz. És lehet bemegyünk, azt már mi jöhetünk is haza, mert ő elintézte a questet. Ez annyit nem sem zavar, csak az alaptámadás a 30-as. Én annál most 40-nél tartok, hogy mennyini? Én csodálom, hogy egy mágusnak jobb az almaja, mint a törfkön. Hát fél pucé vagy, hagyjál már. Jó, a mág velém. Csupa izó. Engem védem alja. Engem meg a szőrszálom, na. Hát, hát ezt annyira erősen. Hogy? Egy törfnél hagyjál már meg Balát egy enemét, a szőrszálával fogja megfojtani. Én nekem már csak egy kis kell meddik ezt, hogy elviseljek én a főkükkökkalan talán során. Ez a bőcünkbeként. Hát figyelj, a Blood Bowl-ba is úgy van, nem Tomi? Hogy vannak a nemes elfek, akik kurva drágák, mert olyan armor, meg felszerelésük van, hogy ez minőség. Ah, mindig abban, hogy így felszagolok, szerintem elég nem esetem mellettek. Tak to bylo mega. Elkezdtem küzdeni, hova tudtam? Meg itt látom, és itt erre vannak lootok. A jégre. Fúj, nagyon le vagyok maradva tőletek.
Lehet oda sírek. His slaves are mine now. They have offered themselves to Slaanesh and partaken of the gods' dark delights. Just as you will, in time. Take her. Ó, most nagyon elfutott. Only dust will remain. Ez se nyugodt, és jövő. És megint leave the forest. Viszlát. Ott volt ládikó? Nem jelezték. Ah, oké. Neked azóta, Tomi, azóta sütött eszedbe, hogy mi volt az a két személyes játék, amit elfelejtettünk? Mi az? A párfáj mellett. Két személyes? Aha. De nekem még mindig nem jutott szembe. Az lehet azért nincsen meg, mert lehet, hogy azóta azt ki is játszottuk. Nem kapcsolat, ez még fogalmam sincs. Tökönbe van az ajtó. Tudatottak, hogy mi van. Láttam. Csak én először teljesen másik irányba mentem, aztán... Na most már, hogy megvan a célpontunk, vagy hát ez a nagy főnéke itt, úgyhogy valószínű, hogy most már nem kell annyira soknak hátra lennie. Reach level 50, hát igen. Itt vagy a tájnás szinten kapunk a csimeltet, az a fő szint, az utolsó szint. Úgyhogy már csak két szint és megvan a max. Én is elkezdek drága köveket most már akkor berakni. De tényleg, ja. Vannak olyan dolgok, amikre már tényleg egy jó ideje nem kaptam semmit én sem. Én például gyűrű. Most például mindegyikre kaptam medált, meg ilyeneket. Akkor mindig se lesz az a helyzet. Itt raideljük gyors be. Your people, but Skraeling got to them first. He killed them? No, they'd been corrupted. I'm sorry, Clint, but there was nothing to be done. Their deaths were quick, for what it's worth. Sometimes I think I'm the best any of us can hope for in this cursed place.
annyira fura, hogy a férfi törfénél annyira nem... Nem érzem ezt a törp akcentust. Of the key? Yes! The elves hid it inside a monument deep in the forest. Why am I putting up as a child? The books you recovered provided the crucial information. It's really quite a fascinating story. Would you like to hear it? Don't be ridiculous. Just tell me about the key. Well, if you insist, there is a hidden path that leads to the monument. I don't know its exact location, but I can give you a general area to search in. Good. I shall go at once. Valószínűleg lehet, hogy most lesz az, hogy az egészet át kell fésülni? Szerintem megközelít. Tehát, hogy kell a kulcs, és a kulcssal megyünk be a izébe. Abba a titkos bejáraton. Szóval vagy akkor lesz a teljes, mikor bemegyünk a titkos bejáraton, vagy lehet itt a kulcsnál, és mikor bementünk, akkor van boss fight. Azért vagyok fura, hogy azzal a gírrel, amit csapjottak tőle, szerintem bőven a játékkor, amikor van ennyire kutatott megint úgy a játékban, amit szokott menni az RPG-knél. Normálisan nem. Pont ezért is nem minden RPG, nem is RPG fejten, hanem RPG között is válogatos vagyok. Mert ugye az RPG-ben mindig megy a szintkülönbség, meg a szintezés. Azért RPG, de hogy attól függetlenül... Azért vagyok ennyire válogatos, hogy milyen RPG játékokban is, most maga unblock az RPG-khez, mert nem minden játék váltja ki bennem azt a motivációt, hogy én haladjak a szinttel, és hogy én beleadjak mindent, hogy arra a szintre kerüljön a karakterem. Olyan kóz. Nem csak egy szintes kóz. Gondolkodok, hogyha egyszer ezeknek ilyen csápkezük van, hogy ültek fel a hátára ennek a szarnak. Oh!
az ennek válasz. Ebben a csinált hatottam. Azt én is nem, így én pár perc előbb kaptam meg. Ahogy... Szerintem azt mondtam, csak hogy találjuk. De a játéknak ugye a minimális részé. Még hogy a... Megtanáltam a biztonságon az... Egy három biztonságon az erre egy rész. Alapjuk. A bűn. Bűn és állás. Nekem még az se... Mint egy ilyen bármi fajta... Item van. Unbeliever, and bring the sacred key to me. Annál, én ott se vagyok már megint. De... Aha. Nem mi se voltunk ott, azért rákattam, hogy ez most miért dobta be. Oh, nagyon bírom a csaj. Level 0. Level 0. De nem, most már van a legendem. Most már a legendem fog lőni. Bocsánat. Igen. Ugyanúgy, mint a idében. Szintén a Diablo-ból kisül tovább meg a szintet. Csak innent a... Nem tudom, hogy innent tudunk ezt tovább kapni majd egy képpontot. Nem tudom, de már leveled vele. Valami passzikről biztos járvára mehet. Ebben vicces volt, hogy megláttam, hogy szintjétés és kívül van nulla. Ó, de jön, na nézzük, most már nekem is megvan mind a három. Én is meg fogom nézni. Hát gondolom azért már, hogy akkor szintnek, hogy mennyi szükséget ő is elkezik. Aha. És azt így egyszer tudom használni. Hát, ilyen alap, tehát olyan literek szerintemnek nézik, hogy erre egyszer fogjuk nem tudni mondani. Legalábbis ti, én már építettem arra, hogy tovább tudjam használni ezeket a szorokat. Ja, ez egy olyan hasznos. Hát, több damage-et is tudok majd vele okozni, szóval amikor olyan a helyzet, szerintem azért jól fog jönni az. Nem is. Én valahogy így belérzem. Lehet. Azt hiszem, hogy nem is tettem. Lehet, csak ahhoz akkor mondjuk talán kéne egy olyat is, ami arra értik, hogy többet kapja el ezekből a pirosz gazdagból. Gyakrabban tud használni. Oké, hogy tovább tart, de mire összegyűjt, hogy konkrét a legtöbbször a pálya vége van. Szerintem ez most nagyon szekció, amikor végig a minden egész. Ha már most végig a zárban, ha végig megyünk ezen a hallangon. Igen. Igen. That's got to be the monument. Now to find the key.
brimstone and get back to camp. Ennyi a vége van, Dávid. Beszél valaki? Én inkább elosztom a szkópontjaimat. Az igen? Az igen? Best of igen. Ez gyors volt, ez gyors volt. Össze volt, skippeltük a leveleket, vagy nem tudom, hogy még 49 voltam, most már 7. Te is, én is 7-es vagyok, úgyhogy ez így érdekes. Nem tudom, most már ezekkel az oldályokkal lehet valamit kezdeni, vagy tovább a sír. Ahogy nézem, nem? Akkor mindjárt megnézzük, hogy adott-e. Van pontom, mégis.
Jó, hogy nézem, akkor elvileg tovább is kapjuk a pontokat, attól függetlenül, hogy most így átmentünk. Nem tudom, tehát hogyha elég gittal jután, akkor elvileg minden abilitit, meg ilyen guts hát ki tudunk maxolni. Jó. Hát nekem most így van 8 pontom. Tehát, hogy a... Én az ultimat ki tudom maxolni. Tök jó. Jöjj már le. 15-ös izé. Még azért ezt mondjuk gyűjteni kell. It is time, Olenka. Tell me how to use the key. Ah, yes. About that. The process is somewhat complicated. Complicated. The key must be used as part of a very specific ritual in order to open the garden gate. The smallest mistake could destroy the key and render the garden inaccessible forever. You have a solution, I trust. Yes, just hear me out. You make your way through the forest to the garden gate. I'll follow at a safe distance. Once you've dealt with any dangers in the area, I'll join you and open the gate. Don't be a fool. What if Skraeling's men discovered you? Well, what about Witch Hunter Voss? He could protect me. Now look here. It's either that, or I try and teach you the ritual. I could take several days. Perhaps as much as a week. Very well. Stay close to Voss and don't do anything foolish. Don't worry. You won't regret this. You have my word on it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, akkor valószínűleg, ha ugyan most fogjuk befejezni a chapterámat. Jó van. Ja, megszámoltad a könyveket? Igen. Igen, igen. Azt hiszem én az első chapter volt 10, második 9, itt a harmadikból megvan 8, szóval most jön a 9. Aztán vagy lesz még egy, vagy nem. Mondjuk azért annyiba talán örülök, hogy most így a fejezetet így nem 11-kor fejezzük be, hogy még lesz lelki erőm megnézni a jelenlegi utolsó Mandalori részt. Tudom, izé, mi kell. Egy nagyobb nehézség, nagyon. Azt tudom, hogy hova lehet megtolni. Lehet az olyan, hogy Berihárdon már az megtegyük. Egy egyszer megütnek minket, azt halál kész részben. Egy csapással 62 000, de nincs. Jó, sem van a hasonlók, hogy nem bőle. Explode!
Only dust will remain. Only dust will remain. Majdnem 100 000 mint. Mi volt te? Nagy egyre picit. Te vagy? Oké, te ráhúztad a kört. Ez semmi ütést, vagy minden tartoztuk, ez fontos. De most mit nyomtál be annak a óriásnak? Egy sima atakot. Tehát így ez nekem van olyan atakom, hogy HP-t veszítek vele, de többet damage-elek. És konkrétan minden atak... Most már fel van maxolva az a képességem, és hogyha ölök meg vele valakit, akkor illelődök. És azt hiszem szerintem a... Mit? Ilyen minimum 60 000, de mit? Maximum ilyen 100 000. Ez a fél van. Ez a segyen a boss-t. És ezt gondolom, ez passzív képesség, nem? Nem tudom, mi jár. Az a poén, hogy nem tudom, én kiszedek pár kritességet. Ne, annyira nem használom őket. Nincs szükségem el. Inkább növelem a többi pontomat. Így. Van még plusz 6 pontom. 4. Ezt is. Nekem... Ez a kényszerűen jó. Persze azt mondja, hogy én is 3 támadásra tök el vagyok, aztán csak. Az alapítés támadása, az csak fűtelésre jó, hogy megsebessen. Nem tudom, hogy arra tudok valamit eljöttem, hogy berakni, de aztán engedhet a dolgot. Na? At last! Ő hogy kerül ide? This shouldn't take long. Most mi van? Oké. Töke meg! Fedezni kell őt, mert mit kell csinálni? Lebegben nem tudom mit csinál, azért nem kapja. Kifeküdt. Azt hittem megdögött, bazdmeg. Hát szerintem ez csak egy ilyen Michael Jackson-ozás volt, így előre hajolt, tudod így. Nem, azt a dancet, azt a, nem tudom, azt a hennyó táncot próbálta. Hát
Ő van nagyon, nagyon, de ő nagyon szeretne nekünk. Ne? Only dust will remain. Nekem is majd egy kicsit már át kell vizsgálnom, hogy milyen passzívjaim vannak, mert azokkal nagyon nem foglalkoztam a játékban. Én egy legyőrömmel szóra rá nem tudom. A path to the temple is clear. Go on, dwarf. I'll stay here with Erlanger while you confront Skraeling. If he is like the others, he will be wielding a chaos relic of great power. Once he has been dealt with, leave the relic to me. Mehetünk? Készen álltak? Én kérdezd a bosstól. De te nem tudja, mi vár rá. Ó, és itt ready van, aha. Ja, tehát ez már vége. Tehát eddig is volt ilyen. Join. Join. Mondom, join. Na. Ez egy... Mennyi egy két óra alatt azért megvettünk chapterrel? Ja. Ja, hogy mióta megy a live? Elég szépen. Az előző terület azt tudja, hogy hosszú volt. You have desecrated the sacred garden. And now you force your way into the presence of Slanesh itself. What is your desire? Speak, and the god may answer. This isn't about me, Skraeling. I'm here for the Harbinger. Where is she? The sorceress? She is not here, but she is somewhere close. Oh yes, I can feel it. It was she who led me to this temple, where I claimed the Gauntlet of Torment and became a champion of Slaanesh. Thanks to her, I will become the next Lord of Chaos and command the might of the Horde. She calls herself the Harbinger, but that isn't her name. Her real name is Elspeth Bale, and she was born in the city of Nome. There is so much that you don't know. Even now she watches from the shadows, winding you in her web. You want her? She can be yours. Offer yourself to Slaanesh, and... Now let's go. Hé, miért szedtál a légyemet? Fúvanyát. Ugye? Ugye? Én is ezt tudom. Kecsi a pont a botfáj ne elszedi. Hát miért a fagot? Na gyere! Köszönöm. Egy megvan. Köszönöm meg a... Na! Jaj, na! Oké. Itt történt. Ó, meghaltam. Túl sokáig gondoltam ezért. Tudod a határaidat. Nem nyomtam meg a üdvét. Ez megtegem volt, hogy az előző. 10 másodperc se kellett nagyon. Szerintem. Bosszrás, lenyomok? Várjátok, és most hova tűnt a narráció, tehát hogy... The gauntlet is not for the likes of... Narráció, csak valami mocsok hamarok. Only an iron will and a cold heart can resist its temptations. Let me deal with it. By Grimnir, that thing is obscene. I want nothing to do with it. Na, akkor csak egy fejezet van hátra. Congratulations, my friend. I knew you could do it. I knew it from the moment I saw you. Why is this stupid? I set the battle with the demon and came as quickly as I could. You have done well. An ancient and wicked spirit has been banished from this world. Ez a teklős, ez nem a... But what of the Harbinger? Where is she? I don't know. But Skraeling said she was close. Skraeling, the birch. Right. Yeah. Ő az.
Oh. Sejtett ennek a nagyon pro volt a csáv. Now it's too late. The old world will soon be mine. Ancestors, forgive me. The Harbinger was right under our nose. Hannah never suspected a thing. There was no way he could have killed Luna's daughter. The Harbinger is a sorceress of Tzeentch, the most mercurial chaos god. Her powers are beyond mortal ken. Az a baj, hogy én nagyon éreztem ezen a csávon, hogy valami nem oké vele a hangnézésében. Her powers are beyond mortal care. Akkor mi a faszomat mondjunk, mint tíz másodperc? It makes no sense! Hát ő ennél is durvább, mint amit mi leműveltünk. Unless what? It was Kessler who told us that the Harbinger was searching for a champion to lead Kul's horde. But what if that was a lie? What if she's been searching for these champions so she can eliminate her competition? Morgrim's axe! She's had us doing her dirty work from the beginning! Now her rivals are dead, and she has collected their relics. There is no one left to stop her now. Except us. Right, Elf Lord? The only problem is, how do we find her? There may be a way, but I dare not attempt it here. We must return to Nuln at once. Meet me at the Waystone when you are ready to depart, but make haste. I fear... Leave the Elf Temple. És megint itt, akkor itt, és akkor most Sulsonhoz megyünk, és elteleportálunk a következő területre. Aztán most azért kaptam meg ilyen jobb fejeseket is. És nem tudom, ez éri meg jobban, ahogy nézem. Meg... Rocks... Ja, és most nekünk a Crystal-hoz kéne. Megvan a Rock Splitter, yeah. Pillanat és megyek csak. Én is leadom a cuccokat gyors. Donation trade on, yes. Na most én megtaláltam egy ilyen, kaptam egy ilyen, nem legendári, de egy ilyen kalapácsot, ami ilyen vörös beütésű. Fortune is with us, Killa. The Harbinger may have tricked us. Értem, azt nem azt mondom, hogy furcsa, amit ezt mondtam ki. When she attacked you at the temple, you managed to wound her before she could escape. Just a wee dent. Hardly broke the skin. All wounds bleed, dwarf. A few tiny drops were all I required. Using the proper rituals, I was able to track the Harbinger to her lair. Well, why didn't you say so? Let's go. It's not so simple as that. The path to the Harbinger leads into the realm of chaos itself. Okay. És akkor most vagyunk a Frozen Forest-be, igaz? És nekünk most kell menni a Nullba, ami már valamiért korábban is ki volt annak korra, igaz? Gondolom? Hogy megyünk Nullba? Hogy lehet Nullba menni? Ahogy hát térképen.
Hú, de már egész nagy bosszod. De hogy melyik az a kristály? Úgy értem, hogy van a... Hát a kristály, van négy kristály, és az egyik mellett ott van null. Aminél nincs az a nagy... Fogaskerék? Csavarkulcs. Oké, okay, jó, akkor megvan, köszi. De várj, nem, ez a városba hozott vissza, mi a fasz? Azért mondom én. Hozd de... kilépett. Kilépett ki? Na, mindenkit van. Host is further along in the story, azt írja. Quit the game? No. Ezt nem értem. De várjál. Akkor mi van, hogy hírja miért? Aha, jó, akkor a csavarkulcs kell. Csavarkulcs. Legalábbis azt hiszem, inkább pár akkor az a, akkor az a null. Oké, okay, jó. Valószínű az, hogy ti már ugye megtaláltátok a területet, és hogy azt írtak, hogy most ilyen jártok. Tehát ez, ez új. Legalábbis. De nem, akkor mi a faszom? Akkor mi ez a hely? Na, hát ez még még kisebb, mint a többi terület. Ja, de azt mutatja, hogy ugyanúgy a kristály. Akkor... De most melyik a nulla? Melyik a nulla? És azt mondtad, hogy erre, hogy így rámegyünk, akkor ez nem a nulla. Tehát Everlandben voltunk, az volt a legelső map. Onnan fölmentünk Prágba, az volt az a... Orosz a fiát megölős, igen, a Russian Party. Most voltunk a Frozen Forestbe. Akkor hova? Vagy se nem ide? Hát nomban se állom vissza a fővárosba. Te simán Everlandben? Nunda. Alul a jobb. Azért mondom, tehát, hogy... Hát, nálam az a Everlanden csücsű a null, igaz, hogy ott van mellett az a szöveg, de az... De elvég ez nem null. Az null? Az null, hát most már itt... Igen, már itt vagyok Dominikkal. Igen. Csak így eléggé fura. Na. Tehát ez null. Igen. Ja, látom, itt jelzi a posztját. Jó. Receive more gold, hát ez nekem nem kell, köszönöm. Loot quality 1400, experience bonus 6400. Az a baj, egyszerűen annyira jelenítsenek, hogy jön a passzívhoz. Chapter 4 az vajon amúgy mennyi lesz? Szerintem valami lesz egy valószínűbb. Alaptámadása. Itt van a közelbeni. Előfogó 60. Ennek a minimum 60 ezer és maximum 200. Ez az atakommal 200 ezeket tudok sebezni, ha csak úgy van. Sőt, 300-at is. Hát, az apánomáson 14, de kritikáltak. Ez a difficulty dologgal, oké, okay, hogy vicceltem, de igazából már csak egy difficulty van a variáld, aztán onnan már tök mindegy. Közben megbeszéltessen a csávokámat, azt majd nézzük, mi a helyzet. Persze, persze. Yeah. It is what must be done. The It lies in a region of the realm of chaos, ruled by the changer of ways. As such, she is under the protection of a mighty demon prince, whose power shields the fortress from attack. Defeating a demon prince in its own realm is no easy task. You must weaken it first by destroying its minions and its sources of magic. Mm-hmm.
I will open a portal to the realm of chaos and send you through. I will hold it open from here and stand watch to keep it secure. Use the runestone when it is time to return. Fine, fine. What do you need from me? We must first learn the name of the demon prince. That will tell us much about its sources of power. You must force one of the demon prince's lieutenants to give up its master's name. Oh. Nothing could be easier. Fear not. Once you've caused Zavargunk egy kicsit, megölünk pár lieutenantet, hogy megkapjuk a Demon Prince-hez szükséges dolgokat, megöljük azt, és aztán bemegyünk a boszorkányhoz. Valahogy ezt én így fogtam. De akkor konkrétan most már innen te ezen a portálon közlekedünk. Azt nem tudom, hogyha mondjuk rámegyek, tehát én mondjuk elindítom. Elég már main questet ír, tehát hogy... Szerintem most már hagyjuk Tomi, megyek legközelebb. De nem akarok belemenni, csak beleteleportálok, azt megnézem, hogy ugyanúgy megjelenik az a nagy képernyő, mint eddig. Vagy tudod, hogy itt is van ilyen valamilyen checkpoint. Hát most, hogyha én azt mondom, hogy én exitelek. Csak egy kíváncsiságból. Oké, akkor... Yes. Ja, írja, hogy 14-es izé vagyok. Viszont a... Ha én most rámegyek a play-re, akkor azt írja, hogy Chapter 2 Prague. Érdekes, nem mindegy. Na, fiúk, lányok, srácok, ez volt mára a Kioszbén. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, reméljük, tetszett nektek a mai kis előadásunk is, és meglátjuk, hogy itt mi lesz itt a héten még. Valószínű, hogy itt a Kioszbén mindenképpen, hogyha úgy van, akkor így hárman, Space Hulk, hogyha négyen. Single player pedig ugye a God of War, és amellé itt közben elrendeztem magamnak, lesz, hogyha úgy van, akkor This is the Police 2 folytatás, valamint tervezek nektek elkezdeni megint PC-n egy játékot, mert még pontosan nem tudom, hogy mi az, de azon gondolkodtam, hogy a Call of Duty World at War, megpróbálom azt a World at War sztoriát kijátszani nektek, ha működik és nem laggol szét a gépen. Ha meg szétlaggol, akkor keresek valami kisebb, régebbi játékot. Úgyhogy mindenkinek további szép estét, jó éjszakát, legközelebb találkozunk egy live-ban, videóban. Sziasztok!